A Dunajvárosi Vasas Táncegyüttes 70 plusz egy éves jubileumi előadását a jelenlegi táncosok produkciói nyitották, majd a második felvonásban az egykori táncosok léptek színpadra, és így tulajdonképpen felelevenítettek sok-sok elmúlt évtizedet, sok-sok egykori főszereplővel, akiket ma már akár legendának is tekinthetünk. Kovács Rózsa, az MMK igazgatója így vezette fel a gála előadást. Ami viszont most következik műsor, azt 5 évente egyszer. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsam Neuwürth Anna Máriát, Mucsi Magdolnát. Na? Dr. Rácz Attila Cicerót, Dr. Skalicki Andreát és Halmi Zoltánt. Van Cicero. És ezzel az öt emberrel, az öt ember munkásságával már is évtizedekről beszélünk, és elképesztő vasas sikerekről, eredményekről, korszakokról. Neuwürth Anna Mária életfa díjas koreográfus, táncpedagógus, a Magyar Köztársaság aranyfokozatú érdemkeresztjével kitüntetett alkotó, a vasas első aranykorának meghatározó személyisége volt, Szögi Csabával művészeti vezetőként dolgoztak. Gyönyörű 9 évet töltöttem, ahhoz képest, hogy 1-2 évre vállalkoztam, 9 lett belőle. És mivel volt 2 olyan ember, akinek szívesen átadtam a stafétabotot, illetve átadtuk a Szögi Csabával, ezért szívfájdalom nélkül mentem el, de minden 5 évben itt vagyok legalább 1 fél évig, hogy felkészüljünk a jubileumi műsorra. Egy nagyon komoly korszak köthető Rácz Attila nevéhez. Rácz Attila Cicero, táncos, táncpedagógus, a vasas második aranykorának meghatározó alakja, Skalicki Andreával volt művészeti vezető, örökös aranysarkantyús táncos, akinek az irányításával 1993-ban és 96-ban is sikerrel szerepelt az együttese a franciaországi Dijonban rendezett folklór olimpián. Nekem nagy szerencsém volt, hogy egyrészt táncosként egy nagyon nagy generáció táncos egyéniségek közé kerülhettem be, illetve volt 2 olyan táncpedagógus, akitől rengeteget tanultam, Pannika, illetve Szögi Csaba. És emellett nem csak a folklór, nem csak az autentikus néptánc, hanem a táncszínház világa is megérintett ebben az időszakban. Ugye én abban az időben, ugye a Dunajvárosi műhelyből kikerülve, ugye többekkel, a Bozár Lacival, Pásztor Attilával, a Honvéd Együttesben, Művész Együttesben is fölkerültünk, tehát az ország legjobb műhelye volt szerintem abban az időben a Dunajvárosi Vasas. A szombat délutáni előadás második felvonásában a múltat idézték meg a Vasas egykori tagjai és táncosai. Az eseményen jelen volt és a várost képviselte Bartendre Humán alpolgármester, aki egyfajta üzenetről is beszélt. A városunk is 70 éves, hát nem nehéz ezt kiszámolni, hogy gyakorlatilag a városunkkal egy idős egyesületről beszélünk. Nyilván generációkon átívelően, tényleg unokák és nagyszülők jönnek ilyenkor, akik ugyanúgy most táncolnak a Vasasban, vagy korábban itt voltak. Ez is nyilvánvalóan egy ilyen óriási büszkeséget a plusz töltet a mai dologban. Azt gondolom, hogy nem lehet elmenni egy olyan dolog, mert hogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a mostani generáció is megértse, amikor meghallunk egy népdalt, meghallunk egy népmesét, vagy akár látunk egy néptánc motívumot, hogy ezeknek a dolgoknak üzenete van, és én nagyon örülök annak, hogy akkor a nagyszülők ilyenkor át tudják adni az üzenetet is, ami ezzel jár. Talán ez is egy ilyen fontos dolog. A Vasas 70 plusz 1-es jubileumi gálája sikereket, örömkönnyeket és rengeteg tapsot, vastapsot hozott. Sikeres és eredményes folytatást kívánunk.